Yeah, I know we lost touch, but I'm still here. We were young, we were kids, it was something rare. I told you everything, but when it all burned down and you were left with nothing, did you question God or did you see it? Nagyon szar a talaj, hallod? Azt a nagyon szar a talaj. Itt ért földet. Tizenhárom méter, 60 centi. Nem látszik. Nem tudom, hogy látszik-e. Ugyebár, majd vegyél engem kicsit. Nem fókuszált rá. Vaxosan, puszta kézzel. No, lemosom a vaxot, aztán még mondok pár érdekességet, megállítjuk a videót, nehogy valaki megcsörgessen, vagy valami azt elveszem. No, megmutatom még egyszer a távolságot. A szikla ugyan ott van, nem mozdult, mert nem látszódott, nem fókuszált rá. Ugyebár itt van a hordó. Innen indultam, hordónak a vonalától, itt van a mérőszalag, innen indul a nulla, és akkor itt jövünk szépen egészen a szikla, itt ér földet. Ott van, és alatt ott van a 13-as, ami azt jelenti, hogy 13 méter, 60, látszik, itt van a nyoma. Na, megjött bátyám, segíteni fog visszavonszolni, visszavinném egyedül is, ahogy láttátok az előző videóban, de hát, ha ketten vagyunk, akkor miért ne? Na. Nézzük, fel tudja állítani első feladat. Nem könnyű egyébként, mert szinte új hegyen lehet fogni, és az az oldala sokkal nehezebb. Na, sima, sima. Eddig nem jelentett gondot. Na, leteszem a kamerát, lehetsz most ide szembe, és akkor most erről fogjuk húzni. We'll be right back.
Figyeljetek, mutatok valamit. Most ugye bár, hogy az előző napokban esett az eső, és sár van. Figyeljetek, ilyen komoly nyomot hagyja, hogy húzzuk. Tehát most tényleg szántunk vele. Itt már egy kész vakon dúrás van. Már beásta magát. Ezért is meglepődtem, hogy hát miért nehezebb ezt húzni ketten, mint egyedül. Mindegy, nyomjuk aztán. Majd csak odaérünk előbb-utóbb a gumihoz. Hát a sáros idő miatt ez a húzás, ez most nem vált be. Ketten nem bírtuk húzni úgy, mint ahogy én múltkor egyedül húztam. Aztán próbáltunk itt különböző technikákat kézbe vinni, így léptetni a lábán. Na, szóval a lényeg, hogy azért ketten alig bírtuk visszavinni. Pedig hát az, hogy én milyen erőben vagyok, azt tudjátok, bátyám ilyen. Én meg kétszer annyira. Én 250-es felhúzó. Tehát ő se gyenge, őnek épp pont 100 kg testsúly egyébként. Aztán most így ez alapján, ahogy visszavittük, hát tudjátok képzelni, hogy milyen nehéz lehet azért az egy embernek. Még a mérőszalagot összeszedem, meg ami kint van, és akkor irány folytatni az edzésemet, mert hát én, ahogy mondtam is, még lenyomom a közel 3 órás lábedzésemet. Lassan már sötétedik, de hát ez van. Én nem szoktam úgy csinálni, hogy egy gyakorlatra rászánom az egész edzést. Én ha egy ilyen plusz erős ember gyakorlatot, vagy bármilyet így beválasztok az edzés elejére, attól én még az egész edzést, ami utána én ugyanúgy lenyomom. Én nem érdekel, ha 4 órát vagyok a terembe, ha ráérek, akkor nyomom az edzést. 5 előtt jöttem, 8 óra elmúlt, de hát még a lábedzésem felénél vagyok. Gyorsan felveszem a szöveget, vagy a hanganyagot még a okozom, amit mondani akartam, aztán nyomom az edzést. Na, amit még nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy igazából ha nézzétek meg az első videót, mert ez a cipelésnek a második része. Tehát én már egy videót tettem föl, ahol úgy vittem a sziklát, hogy ilyen láncos fogóval körbefogtam, mert akkor még nem volt jó minőségű vaxunk, a trimónával meg kicsúszott a kezemről egyszerűen, és akkor körbefogtam ilyen lánccal, mert nem arra voltam kíváncsi, hogy galdból meddig tudom tartani, hanem hogy milyen távolságra tudom elvinni a sziklát. És akkor kommentben jelezték többen, hogy a jó, elhittem, meg az nem rossz, csak hogy ezáltal, hogy én körbefogtam, hogy akkor ott elveszíti a lényegét, hanem karból fogom. Hát ez részben igaz is, meg nem is. Annyiban igaz, hogy valóban versenyen, ha sziklacipelés van bármilyen formában, azt nem lehet körbefogni semmivel. Tehát azt tényleg puszta kézzel kell vinni, és akkor úgy kell cipelni. De azt azért nem mondanám, hogy elveszíti a gyakorlat lényegét, hiszen a sziklacipelésnek, vagy a nevében is benne van a cipelés a lényege, nem a fogás. Ugyanúgy, mint egy kőgolyóemelésnél is, ha bevaxoljuk a kezünket, hogy ne csúszom ki a kezünkből, attól az nem ez ide a lényegét. Egy felhúzásnál, hogyha budni tekerünk föl, hogy ne csúszom ki a kezünkből, vagy írja a fogáserőnk, attól az nem ez ide a lényegét, mert a felhúzás lényege nem a fogáserő. Ugyanúgy egy hofelcipelésnél, hogyha budnit veszünk föl, mert már nem bírja a alkalunk, szorítóerőnk, attól még a cipelés nem veszíti el a lényegét, mert nem fogáserő gyakorlat a kofelcipelés, sziklacipelés sem egy szorító mellizom gyakorlat, úgymond. Annak ellenére, hogy tényleg, még egyszer mondom, versenyen, nem lehet körbe fogni semmivel a sziklát, semmilyen versenyen. No, lényeg, hogy ugyebár a csatornánkat követitek, akkor láthatjátok, hogy minden egyéni csúcsunkról, minden ilyen nagyobb súlyos emeléstől van fent bizonyíték, hitelesítés, mérlegelés, az előző ilyen sziklás videóban is láthatjátok, ahogy lemértük a sziklát, ahogy elvittem 100 kg-os testsúlyjal is. Szóval nem akartam itt kommentben kimagyarázni ezt a körbefogom izével lánccal dolgot, és akkor elmondani, hogy úgy egyébként sokkal nehezebb vinni, mint jó minőségű vaxszal, mert nem hittétek volna el, hiszen aki még nem emelt, nem cipelt ekkora súlyt, az nem tudja, hogy annak ellenére, hogy én a lánccal körbefogtam, figyeljetek,
így nem engedi a láncakezemet szétcsúszni, de a könyökömet, ahol a szikla fekszik, az ugyanúgy szét tud menni, plusz mivel nem voltam vakszolva, ezért lefele is tud csúszni a szikla. Azért vittem olyan lassan, meg azért darálta le a csípőmet, a bőrt meg érzett is, mert egyszerűen úgy lecsúszott a szikla a körbefogás ellenére, hogy nem tudtam volna fölépni. Egy jó minőség vakszal viszont abban a pozícióban, hogy megfogom, se lefele nem tud csúszni, se szétfele, nem feszíti a kezemet, mert gyakorlatilag a kezem teljes felülete, nem tudom mennyire látszik, azért kapott rendesen. A kezem teljes felülete, alkar, biceps, minden olyan szinten rátapad a sziklára, hogy egyáltalán nem tud csúszni se lefele, se oldalra. Így vakszal, jó minőségű vakszal, sokkal könnyebb cipelni a sziklát, meg bármit, mint hogyha körbefogjuk valamivel. Csak ezt én így leírom kommentben, senki nem hitte volna nekem, hanem mondom, persze, meg kidumálja, meg viszont. Ami nem is baj, hiszen még egyszer mondom, nem tudnék olyan embert mondani az országban, aki ekkora súlyt elvitt volna bárhogy. Szóval nem csoda, hogy igazából úgy tűnik, hogy úgy gondoljátok, hogy körbefogással könnyebb. Meg mondanám, hogy gyertek-e, próbáljátok meg, de senkire nem javaslom, mert a bicepset nagyon le tudja szakítani egyébként egy rossz mozdulat, egy rossz lépés, egy rossz fogás. Szóval mondottam, hogy akkor bizonyítékképpen írtam is ott kommentben nektek, hogy akkor el fogom vinni puszta kézzel és csak szerzek jobb minőségi vaxot. Sikerült is Spider vaxot szereznem, az igazából az egyik legjobb minőség, kifejezetten kőbőemeléshez kifejlesztve. Még a Trimón az kézilabdához van, sokkal gyengébb, sokkal folyósabb. És ezzel a vaxszal, amit látjátok, megdöntöttem több mint 1 méterrel, 13,6 méter. 12,4 volt, 1,2 méterrel megdöntöttem a körbefogós láncos csúcsomat. Ezzel bizonyítva, hogy vaxol igazából könnyebb vinni egyébként. És a végén is nem azért tettem le, nem azért dobtam le a körbefogásnál, azért dobtam le, mert már annyira lecsúszott, hogy nem tudtam lépni tőle. Most így, ahogy vaxol vittem, azért dobtam le, mert már a hajlítom, meg a farizmum már annyira be volt állva, annyira görcsölt, ettől a brutális súlytól, mert ezt ugyebár hátra dőlve kell vinni, tehát nem egyenesen, nem olyan, mint egy lengősúly, semmihez nem lehet hasonlítani. Tehát hátra dőlve, hogy ne essek el, 80 kilós testsúlyjal, 205 kilóval a mellkason hátra dőlve, ilyen nagyobb terpezve, hogy tudjak is lépni. De igazából azért dobtam le, ezért is mondom, hogy a cipelés a lényege, mert kardból tudtam még volna tartani még, nem tudom, 10-15-20 másodpercig biztos, de már nem tudtam bele sétálni. A sétálás a lényege ennek a gyakorlatnak, ennyi volt a célom a ciklacipelésben igazából, hogy a 4 évvel ezelőtti eredményemet megdöntsem. Sikerült is 80 kilós testsúllyal megdöntenem azt a csúcsot, amit 100 kilósan állítottam be akkor, amikor az erősebb gyakorlatokat nyomtam, és hát úgymond csúcsformában voltam, nem pedig beszáradva diéta után. Szóval köszönöm, hogy megnéztétek ezt a vlogot, és ha további kérdésetek van, észrevételetek, akkor írjátok. Többet már nem nagyon szeretném ezt megismételni, de már erre az edzésre is teljesen más gyakorlat volt belőve, de így, hogy jött ez a kis észrevétel, hogy körbe fogtam, és akkor ne fogjam körbe. Hát úgy gondoltam, akkor még egyszer elviszem gyorsan, így is vakszalra tudok szerezni. De majd gyakorlatszépségversenyre készülök, ahogy mondani szoktam. Ha nagyon nagy súlyokkal edzünk, erősek és izmosak leszünk, ennyi, még akkor is, vagy csak külső szemlélő szerint, vagy szempontjából az szabálytalan, meg csúnya, meg hogy néz ki, meg kisebb súlya edzés, stb. Attól még lehet eredményes egy gyakorlat, hogy nem feltétlenül olyan szabályos, mint ahogy azt tanítják egy személyedző iskolába. Hiszen, ahogy mondani szoktam, egy autóversenyző sem úgy vezet a versenypályán, mint ahogy azt a rutinpályán tanítják neki az első vezetési óráján. A rutinpályán, ahogy a jogsit szerzitek meg, vagy a rutinpályán nincs is szerintem egyébként, mindegy, hát ott az alapokat tanuljátok meg, hogy kell elindítani az autót, még a kormány, kuplunk, fék, gáz, hogy kell váltani, parkolni, mit tudom én. Nyilván egy autóversenyző nem úgy fog vezetni. Mondhatjuk az autóversenyzőnek is, hogy ez, ahogy vezetsz, ez nagyon veszélyes, inkább mennyi lassabban, teljesen igazunk van, lassabban mennek, ha nem lenne veszélyes, de nem is érne semmilyen eredményt azokhoz képest, akik gyorsan mennek és odalépnek a gázra. Nyilván a nagyobb súlyokkal történő edzés az sokkal veszélyesebb, sokkal sérülés veszélyesebb. Még ha kisebb mozgástartományba edzünk, vagy szabálytalanul, akkor meg főleg, de ez nem jelenti azt, hogy eredménytelen. Szóval nézzétek meg a hátrezős videómat, nagyon érdekes lesz az is. Aztán
jövök majd természetesen a többi izomcsoport edzésével is, ahogy ígértem. Meg hát tesztelni szeretném a kőgyűlőemelésben is a rekordomat, 100 kilósan a 200 kilót föltettem. Kíváncsi vagyok, hogy 80 kilósan hogy megy. Igazából tavaly december óta nem nyúltam kőgyűlőhöz, nem is akarok én erre rákészülni, meg újra rágyakorolni, meg rá edzeni. Egyszer így oda megyek fél év után, és akkor megnézem, hogy mennyi megy, és ennyi. Ennyire vagyok kíváncsi. Plusz még a lengős kucipelés, amit tesztelni akarok. Meg hát vannak még itt egyéb gyakorlatok is, amiben kíváncsi vagyok, hogy így 80 kilósan, szálkáson, szárazon milyen eredményt tudok elérni. Szevasztok!